Jön akkor az utolsó meccs, itt a 67. Bocskaid. Már most előre megköszönöm mindenkinek, aki velünk volt az elmúlt 5 nap bármelyik helyszínen, 3 YouTube csatornán közvetítettünk majdnem 270 mérkőzést. Igyekeztünk megmutatni minden fontos pillanatot, és hát ez már akkor sikerült is, hiszen jó minőség internetet kaptunk innen helyből, úgyhogy a legnehezebb része az itt áll a szervezőknek megoldódott. A többivel pedig, amit láttunk, hogy mi történik a ringben. 26 ország érkezett, az ausztrálok jöttek a legmesszebbről. A németek és az ukránok harmadik döntőket hívják itt a férfiaknál, nagyon népes küldöttsége jöttek, akár csak a kazahok, vagy pedig a lengyel női csapat. És a ukrán versenyző, aki már említettem a közvetítés során, hogy egy erősnek tűnő ausztrál versenyző ellen maga biztosan nyert, mert egyszer rá tud erőltetni a taktikáját. Nagyon jól alkalmazkodik, és itt most más bunyózik a német ellen, mint amit az ausztrál ellen kellett. Ott volt egy fejmagasság különbség közöttük, és nem volt más választása, jönni kellett előre. Bebújt a hóna alá, és nem tudott mit kezdeni vele. Itt most ő irányít a ring közepéről, a német pedig hátrál inkább. Itt már súlyosabb pofonok vannak, akár egy ütésre eldöntheti az, hogy ki maradt talpon, és ki az, aki ez. Esetleg hívni kell a doktort. Volt olyan, amikor látni, hogy a mentősük, az orvos közelebb húzta magához a táskát, mert itt nagyobb baj lesz akár. Volt pár jó kiütés. Egy német fiú szaladt bele, nagyon egy ütésbe átment rajta. Nagyon kis meccsek voltak. A legszínvonalasabb Bocskai a legtöbb csatával. És hát, hogy mondani szoktuk, ugye, hogy meghívtuk a világot, a világ meg eljött, úgyhogy ezért van az, hogy kevesebb magyar döntős, mert hogy soha ilyen erős medőny nem volt. Mindjárt véget ér az első menet. Úgy érzem, hogy ha ez így marad, akkor ukrán győzelemmel zárulhat a 67. Bocskai. Ezt a menetet azt hiszem megnyerte, de mindjárt kiderül.
Nos, nem nyerte meg. 3 pont az Obironál a német volt a jobb. The first round was won by blue corner at 3 judges. Szóval az ukrán bajnoknak rá kell tenni egy lapát, ez szerint a német pontosabban ütött. Megint a közönség hangja. A kazafiú nyerte ugye a 92 kg-ot, ezt láthattuk, az angol nem jött be a ringbe. Így ezt tudtuk előre, hogy így lesz, hiszen már kiúzták a meccs programból ezt az összecsapást. Jön előre az ukrán egyébként, de csak a fedezéket üti, vagy nem üt. Próbálja előkészíteni az ütést, és próbál abból kombinálni. Most megint beszedett egyet tisztán a német. Nikita. Nem annyira német neve van, de... Ezt lehet mondani, hogy valamennyi csapatba találunk olyan versenyzőt, erős csapatba, ahol orosz vagy ukrán felmenőkkel rendelkező versenyző is szerepel. Nagyon magabiztos azért a német versenyző, azt veszem észre, legalábbis az első menet sikere után teszi a dolgát, és nincs felesleges ütése. És viszont belesétált egy picit, tenyeres volt. Nagyon komoly sorozatba kezdett, egy 5-6-os kombinációval betalált, és bizonyan ha nem kapaszkodnak össze, akkor lehet össze is esik az ukrán, mert ott volt egy-kettő komolyabb ütés. Mind a ketten itt most komolyan kárt tesznek a másikban. És hát ha az első megvolt, akkor szerintem ez is megvolt a németnek, bár én most már nem merek állást foglalni. Az utolsó menet következik itt a 67. bocskain. Az utolsó mérkőzés, utolsó 3 perce. Simán hozta a német a második menetet, vagy ha nem is simán, de mindenkinél hozta 10-9 arányban. The second round was won by blue corner at 5 judges. Mindenkinél.
a német volt az erősebb, ami azt jelenti, hogy most már három pontozónál is 2-0-ra vezet. Jönne előre az ukrán, de láthatóan egyébként elfáradt. Hát nyilván ilyen testsúlyjal, amit láttuk, ugye még a 54 meg az 57 kilós versenyzők valósága beszaladtak itt a ringba a bevonuló ceremóniánál. Ők azért szép komótosan jöttek, tudják, hogy minden lépésnek jelentősége van, spórolni kell az energiával. És a német jön és megpróbálja egy picit még a saját akaratát jobban ráerőltetni ellenfelére. El kell, hogy mondjam azt is, hogy ugye az, hogy az ifjúsági világbajnok korosztályában van EB ezüstérme is, nyilvánvalóan most jön fel a felnőtt mezőnybe is, akár komoly eredményeket is elérhet, de nem sokkal idősebb ellenfelese. Úgyhogy lehet, hogy ők még sok csatát megélnek majd. Nagyon szép volt, ahogy ballal a német versenyző talált. Beforognak úgy, hogy innen ebből a kameraállásból is jól játszon. És akkor most már tényleg finishben vagyunk. Ez tehát az utolsó perc. Aki teheti, maradjon még az eredményhirdetést is nézze végig, és azután kiderül, hogy a legjobb csapat, illetve van pár külön díj, amit a versenyzők egyénileg kapnak, hogy az kiverti át. A ringben pár másodpercen belül véget ér a küzdelem. És akkor hamarosan jön az eredményhirdetés.